Derék című bűnügyi sorozat filmjét. Egy érthetetlen ember. Jöjjön csak, ha meghívom. Jöjjön fel bátran. Itt van a szobája egy szállodában? Mondtam már, hogy szállodában lakom. Megiszunk egy-két pohárra. Iszunk? Amit csak akar. Erre nem mondok nemet. Na, hát ez veszettül sok pénzbe kerülhet. Nem olyan vészes, ennyi még van. Jöjjön vele. Na, itt is vagyunk. Helyezze magát kényelembe. Mindjárt megmutatom, hol vannak az üvegek. Ez a készlet. Hát nem sajnálja magától a piát. Magától sem sajnálom, jó ember. Klassz. Üljön csak le bátran, mintha otthon lenne. Köszönöm. Szóljon egy kis zene. Jó. Ó, igen, nekem most el kell mennem. Pár perc az egész. Ha közben csengene a telefon, vegye fel és mondja, hogy ne zavarjanak és tegye le. Igen, rendben. Érezze jól magát. Igen. Szeretném látni. Előbb én szeretném. Meg akarja számolni? Meg lesz ez annyi. És most maga következik. Várjon egy percig. Ahogy mondjam. Ez már is indul. Ez egy szomorú. Ha ezt tudta volna, igaz? Mióta van itt letétben? Egy hete mondtam a pincérnek, őrizze meg ezt nekem. Nagy húzás. Megnézhetem. Tessék. Nem rossz, mi? Figyelmeztetem, nagy hibát követel. Talán az utolsót. Ne féljen, tudok vigyázni magamra. Még visszaadhatja a táskát. Az változtatna a helyzetemen? Na, ugye. Nem tehet velem semmit, túl sok itt az ember. Vagy háttal menjek ki? Ne. Köszönöm. Sajnálom. De jól meggondoltam mindent. Thank you.
Jó estét, Koller úr. Jó estét. A kulcsa uram... Köszönöm, ne keresse, fönt felejtettem. Jó estét, Zander úr, a 130-as. Tessék. Reggelt, uraim! Szervusz! Szervusz! A szobaasszony találta meg ma reggel, két lövéssel a hátában. Mikor halt meg? Cirka 12 órája. Az a különös, hogy nem ez az ember lakott a szobában. Egy bizonyos Koller volt bejelentve. Végeztem, viszontlátásra. Viszontlátásra. És ki ez? Ismeretlen, senki se látta élve a szállodában. Nincs semmi a zsebében, semmi cinka a ruhájában. Zsebkendője sincs. Ki bérelte a szobát? Megnézhetnénk a bejelentőlapot? Parancsoljanak! Koller József született 1910 Prága. Semmi más adatot nem írt bele. Se foglalkozás, se lakóhely. Sajnálom, hogy hiányos a bejelentőlap. Na jó, hagyjuk. Mikor látta Kollert utoljára? Tegnap este, valamivel 8 után. Hazajött és felment a szobájába. Látott valami feltűnőt rajta? Nem, semmi. Nem tudja senki, mikor hagyta el a szobáját. Nem. Az autó kint parkol, bérelt kocsi. Személyes tárgyak, pipere. Itt van minden. Mióta lakik maguknál, Koller? Két hete. Nagyon csendes ember. Alig lehet észrevenni. Említette, mit csinál Münchenben? Nem. Jöttek hozzá látogatók? Nem tudok róla. Postája hívása, amiket feljegyeztek? Csak a távolságit jegyezzük fel. Olyan hívása nem volt. Igen. Személyleírást kell adni róla. Emlékszik rá? Igen, hogy ne. Bocsánat. Tessék. Bender szálloda. Jó napot. E Koller urat? Egy pillanat. Tessék. Nem Koller vagyok, Derik főfelügyelő, bűnügyi rendőrség. Kivel beszélek? A nevem Schüller, Koller úrral szeretnék beszélni. Mit akar Koller úrtól? Hol van most? Elmennék oda magához. Milyen kávéház? Igen, ismerem. 20 perc múlva ott leszek.
Pillanat. Miről ismerem meg? Uszkár, világos szürke, köszönöm. Jó napot. Bocsássa meg. Jó napot. Ön az a... Igen. Bocsánat, elfelejtettem a nevét. Derrick. Főfelügyelő. Főfelügyelő. Tessék, foglalja a helyet. Igen. Menj a tépbe. Mi történt a szállodában? Azt nehéz megmondani. Koller szobájában egy holttestet találtunk. Holttestet? Koller eltűnt nyomtalanul. A szobájában? Igen. Úgy gondolja, hogy... Nem tudom, mit gondoljak. Mióta ismeri Koller urat? Körülbelül 2 hete. Ah. Itt ismerkedtünk meg a kávéházban. Éppennél az asztalnál. Igen. Nagyon érdekes találkozás volt. Nemrég jöttem Tuniszból. Igen? Bocsásson meg. Hozzon egy, ugyanezt, egy kávét. Köszönöm. Igen, régóta élek Tuniszban. Van ott egy kis strandszállodám. Bővíteni szeretném. Azért jöttem Münchenbe, hogy tőkét hajtsak fel, és Kollerbe akar szállni. A szálloda bővítésébe. Beszáll 500 000-val. Ez nem apró pénz. Hát, azt mondta, hogy most üt nyíl be egy nagyobb üzlet. Nem tudja, milyen üzletről van szó? Nem tett rátérzást. Nem. Honnan jött ide? Hamburgból. Bécsből. Fogalmam sincs. Sok városról beszélt nekem, sok országról, mint valami világjáró. Világjáró. Igen, most pedig nyoma veszett. És hulla van a szobájában. Már a Bonstoni intézetben van. Még nem azonosította senki. Egy férfi, körülbelül annyi idős, mint Koller. Hasonló az alkata, ezt mondja a hotel személyzete. Bár tudnék önnek segíteni. Jó lenne. Mondja, hogy nézett ki az az ember? Csak mert előfordulhat, hogy láttam itt a kávéházban. Akarja... A legkisebb segítségért is hálás volnék. Fizetek is mindjárt. És? Köszönöm. Megtenni, hogy vár egy pillanatig? Felhívom az irodámat. Csak tessék! Na? Indulok. Gyere oda, és nézd meg alaposan. Viszlát. Nagyon nyomasztó hely. Maga talán már megszokta. Ezt nem lehet megszokni. Nem. Nem ismerem. Sose láttam. Akkor... Rendben van, köszönöm. Köszönöm. Kérem. Hát sajnálom, hogy nem tudtam segíteni az ügyben. De mi lehet Kollerral? Gyere szépen. Nem szeretném, ha a tervezett üzletünk kútba esne. Semmi kétség, hogy él. Talán jelentkezik nálam. Hol lakik? A Schwabing panzióban, a Kaubastrasszén. Ott elérhetnek, vagy hagyhatnak üzenetet. Örülnék, ha tájékoztatnának az ügyállásáról. Gyere szépen. Mondja ez a maga kutyája? Hát persze, miért? Német a kutya bilétája. Meglátszik, hogy a rendőrségen vagyunk. Á, de. Azért jöttem Németországba, hogy keressek egy tőkéstársat, és hogy vegyek egy kutyát. Elmehetek? Igen, visszaviszem a városba. Köszönöm, de ne. Azt hiszem, mindketten szívesen sétálunk egy kicsit. Igen, értettem, köszönöm. 2 hete lakik abban a bizonyos Schwabing panzióban. És Koller is 2 hete van Münchenben. Egyszerre érkeztek ide.
ez a Schindler valóban Tunisból jött? A bejelentő szerinti lakás a Hotel Kablan, besatőr mellett. Utána néztem. A kutyát valóban itt vette, ebben a kereskedésben. Miért akarta, hogy találkozunk? Mit akar tőlünk? Hogy mondod? No, végre. Kinyitották, menjünk. Alig várom már. Kicsit ledőlök. Láttam a fényképét az újságban, és azonnal ráismertem. Perlman a neve. Elég jól ismertem, mert az egyik törzs vendégünk volt. Szerette a tütüt, megfordult nálunk. Utál dolgozni, de nem volt rossz ember. Mikor járt utoljára maguknál? Talán 3 napja várjon, csak melyik éjszaka is volt? Igen, megvan. Hétfőről kedre. Vannak itt címborái, akik többet tudnának mondani róla? Igen, vannak. A 12-esben aludt, az 6 ágyaszoba, mind régiek. Az újságban? Hogy került ő az újságba? Úgyhogy meghalt, megölték. Pöllét megölték? Igen. Ezt a fényképet akkor csinálták róla, amikor már meghalt. Perlmant lelőtte valaki, és ezek az urak rendőrök. Ja, úgy. Perlman barátja volt? Jó címborája volt. Mikor és hol találkozott Perlmannal utoljára? Vissza tud rá emlékezni? Ott találkoztunk, ahol az ételt osztják. Hol van az? A Münchstrasse-n. Van ott egy népkonyha, oda szoktak járni. A népkonyhán látta Pöllét? Igen, ott láttam. Így csak ide. Mit gondolsz, van benne hús is? Az a legjobb, ha utoljára jössz. Akkor azt kapod, ami alul van. A hús van az alján. Ha korán jössz, csak a híg levest kapod. És akkor mi van? A hús rágos, mint a cipőtől. Inkább várunk. Megint meghív az az illető? Talán. Remélem. Tegnap azt mondta, hogy ma értem jön. Talán. Vértájban. Egyelőre nincs itt még. Azt mondtam, hogy talán, nem érted? Nem hallottad? De igen, csak igen. Azt, hogy talán. Azt mondta, talán. Mert nem mindig ér rá. Nagyon elfoglalt. Rengeteg a dolga. De ha majd ráér, elviszem édelni. És én mondom, meg hol legyünk? Megkérdezi tőle? Mit kérdez meg? Hát, hogy hol akarsz enni? Az Istenet most mondtam neked. Megmondtam neked, hogy megkérdezi, mire van gusztusom ma délben. Hallja, mi a kívánsága? Hallja, mi a kívánsága? Mi ebben a nevetséges? Röhelyesnek hangzik. Ugyan mi lenne ebben röhelyes? Hát csak úgy röhelyes. De miért nem viszel egyszer magaddal engem is? Azért nekem lehet. Na, itt van. Ki? Na? Ugye megmondtam? Nem kell mondani, hogy legyen hús is, ne csak leves. Na jó, menj csak, menj csak. Kezet fogtak, aztán meg elment vele. Igen. És azóta én Pöllét nem láttam többet. Le tudja írni azt az embert? Tudja, hogy mit akart a barátjától? Na, mi újság? Legalább annyit tudunk, hogy ki a halott. A neve Perlman, egy hajléktalan. És Koller egy hajléktalan szállónál szólította meg. Hogy aztán lelője? Dehogy. Nem hiszem, hogy Koller ölte meg azt az embert. Köszönöm. Minden arra mutat, hogy Koller keresett valakit, aki átveszi a szerepét. Mármint, ha lelőik. Mi? Igen. Elég őrült história. Mit csinál Schindler? Folyamatos megfigyelés alatt áll.
De csak akkor hagyja el a panziót, ha a kutyáját sétáltatja. Schindler úr! Ki az? Két úr keresi Schindler. Két úr? Sejtettem, hogy önök azok. Jó napot, Schindler úr. Jó napot. Tessék, fáradjanak be. Nagyon kedves, köszönjük. Köszönöm, asszony. Na jó, este fene vagy. Tessék, foglaljanak helyet, uraim. Van valami újság? Előkerült végre, kollár? Nem. De azt már tudjuk, hogy ki a halott. Na és ki? Egy munkanélküli hajléktalan. A neve Pöllmann. Pöllmann. Ismeri ezt a nevet? Nem ismerem. Foglaljanak helyet, kérem. Köszönjük. Te meg szépen csöndben maradsz, ha? Igen. Egy hajléktalan munkanélküli. És Koller? Vajon miért tűnt el? Hát, az a véleményem, hogy Koller tettesként nem igen jöhet szóba. Felmerült ez magában? Koller idős úr. Ártalmatlan. Nekem legalábbis ez a benyomásom róla. Keresi a rendőrség? Figyeltetik a határokat? Igen, hogyne. Ez csak természetes. Ám már nem hiszem, hogy külföldre megy. Segíthetne nekünk. Szívesen, ha tudok. Igen, várjon csak. Egyszer csak úgy mellékesen említette, hogy rokonai vannak Münchenben. Most itt eszembe, az elvált felesége, akitől már 20 éve elvált, és a lánya. Tudja, hol lakik a felesége? Honnan tudhatnám? Csak mellékesen említette. Hogy is hívják? Bösenhaupt. Nem. Gonosz fejnek hívják. Alig, ha nem ezért jegyeztem meg. Ezt én is megjegyeztem volna. Ez hülyének néz minket, Harry. Hip-hop eszébe jut, hogy Kollernek elvált felesége van Münchenben. Eszébe jut még a neve is. Mit csináljunk? Rá vagyunk utalva. Hát persze, hogy rá vagyunk utalva, de mit tudunk róla? Bármennyit nyomozunk utána, mi az eredménye? Annyi, hogy csak ugyan van egy szállodája Tuniszban. Nos? Létezik egy Bösenhaupt, Ulrike, Prágában született. Bösenhaupt asszony, jöjjön csak ki egy percre. Rögtön. És mikor látta a volt férjét utoljára? 8 nappal ezelőtt. Talán elkövetett valamit? Valami történt vele? Nos, nyomtalanul eltűnt, és keressük. Szállodában lakik. Megadhatom önnek a címét. Épp onnan tűnt el. Akkor biztosan elutazott. Nem hinném, mert nem fizette ki a számlát. Én ugyan nem fizetem ki. Már 20 éve elváltam tőle. Nem a számla miatt jöttem. Arra gondoltam, talán tudja, hol van. Nem. Fogalmam sincs. 20 éven át nem tudtam, hogy hol van és mit csinál. 8 napja meg egyszer csak ott állt az ajtomban. Alig ismertem rá. Mit akart magától? Azt mondta, látni akar. Engem is, a lányunkat. Azt feleltem, nem sietted el, hogy viszont láss bennünket. Valahogy úgy tűnt, mintha érzelmes lenne. Ilyennek soha nem láttam. Megengedte, hogy bemenjen a lakásba? Igen, mit tehettem volna? Annál inkább, mert látni akarta a lányát. Neki már saját lakása van. Áthívtam telefonon. Különleges este volt. Miért volt különleges? Hát tudja, ha két ember 20 évig nem látja egymást, az olyan, mintha egy mély szakadék két oldaláról próbálnának beszélgetni. Hol volt Koller ez alatt a 20 év alatt? Nem tudom hol. Ja igen, volt ő Kanadában, az USA-ban, Manilában.
Mindig próbálkozott. Világ életében kalandor volt. Nem biztos, hogy a helyes szót használom, de szeretném valahogy az életről való felfogását megmagyarázni. Elég különleges felfogás. Úgy gondolta, hogy neki több jár az élettől, mint egy átlagembernek. Értem. Na és valójában mit akart? Hát, ahogy mondtam, rájött valami érzelmesség. Olyan volt, mint aki kimerült. Aki rohant egész életében, és mégsem érkezett meg sehová. Sokan vannak így, de nagyon szépen mondják. Hát ennyi volt. Egy gyámoltalan ember ült velem szemben. Nem tudtam segíteni rajta. Várta, hogy segítsen? Olyan embernek láttam, aki végre nyugalmat akar. Még ha nem is tudja, mi az. Úgy, hogy magával marad? Lehetséges, hogy csak arra várt, hogy én esetleg felajánlom, hogy maradjon. Nem ajánlotta fel? Nem. 3 éve halt meg a második férjem, és egyedül élek. Jól meg vagyok így. Nem, semmi ilyen ajánlatot nem tettem neki, hogy ő se nekem. Van még kérdése? Igen. Nem tudom elképzelni, hogy beszélt volna erről, de nem említettem, milyen ügyben jött ide? Nem. Beszélt az anyagi helyzetéről? Nem. Nem tett említést egy bizonyos Schindlerről? Az kicsoda? Szálloda tulajdonos Tuniszban. A férje tárgyalt vele, hogy befektetne az üzletébe 500 000 forintot. Ez viccnek is rossz. Tudta, hogy a férje nagy üzletre készült? Nem. A férje szállodai szobájában egy holttestet találtunk. Micsoda? Meggyilkolták 2 golyóval a hátában. Azt képzeli, hogy a férjem gyilkolta meg? Nem félt a férje attól, hogy megtámadják? Hogy megtámadják? Hogy meg akarják ölni? Nem tudok róla. Az az ember, akit a férje szobájában találtak holtan, egy munkanélküli hajléktalan. A férje szedte össze az utcán. Nagyjából annyi idős, olyan magas, olyan testalkatú, mint a férje. Egy bizonyos Pöllmann. És könnyen lehet, hogy ezt a Pöllmannt a férje helyett lőtte le valaki. Tud erről valamit mondani? Nem. Délelőtt 1 óra, délután 1 óra. Még hogy kutya élet. És nincs semmi esemény? Nincs, hát tök unalmas. De friss levegőn vagy. Ismerik egymást? Nagyon úgy néz ki. Semmi baj, Kati. Kérlek, ne haragudj, hogy itt zavarunk, de ez az úr a bűnügyi rendőrség. Jó napot, kisasszony. Feltétlenül beszélni akar vele. Nem tart sokáig. Miről van szó? Az apjáról. Apámról.
Münchenben van? Nagyon rejtélyes körülmények között eltűnt a szállodából. Átöltözöm. Megengedik, hogy bejöjjek? Hát persze, gyere csak. Bocsánat, megzavartam valamit? Az apámnak nyoma veszett. Az úr a bűnügyi rendőrségtől jött. Eltűnt? A szállodájából. Kimenjek? Miért? Itt maradhatsz? Ha persze, maradhatsz. Szabad a nevét? Henzas. Kati barátja vagyok. Együtt is lakunk. Ne haragudj, mama. Ó, te dolgod. Tehát, hogy folytassam, amit az apámról mondtam. 2 éves voltam, amikor elment. Homályos emlékem sincs róla. Igen. És most váratlanul felbukkant. Egyszer csak ott állt. Ott állt, és szörnyen meg volt hatva. Én nem. Inkább zavart voltam. Valahogy sose számítottam arra, hogy húsvér apám van. Ismeri a tékozló fiú történetét, ugye? Persze. Egy tékozló apa tért haza. Egy apa, aki nem bírta. A végét járta. Tudja, hogy mit akart? Hogy megöleljen minket. Azt hiszem, hogy egy zugot keres, ahol végre letelepedhet. Anyámnak is megmondtam már, és bocsánatot kértem tőle. Nem tudok mihez kezdeni az apámmal. Valahogy olyan érthetetlen ember.
Mi van a rendszámával? A pasas bérelt a kocsit, és künnévre szóló iratokat mutatott fel. Hotel Esplanade. Hagyd már, ellenőrizzük. Nem lakik ott Kün. Az iratai hamisak. Jövök. Jó napot, Schindler úr. Jó napot, főfelügyelő úr. Fáradjunk be. Köszönöm. Lepihentem egy kicsit. Igen? De a kutyám nem szereti, ha napközben alszik. Jó van, ne gyere ide, Istenem, de aranyos. Elveszett a szívecske. Igen. Ambilétájával együtt. Azon gondolkozom, kockáztassam, hogy leviszem. Mi a véleménye? Én megkockáztatnám. Na, csoda tudja. Mi lesz, ha lecsap rám a rendőrség? Amúgy mi újság? Sikerült megtalálni Kollernét? Igen, meglátogattam. Mit mondott? Nekem az a benyomásom, mintha Koller vissza akart volna térni a feleségéhez. Nem beszélt erről az asszony? De igen, ő is ezt mondta. Az ajánlatot azonban, ami el sem hangzott nyíltan, elutasította. Elutasította? Egy ilyen gazdag embert? Pénz nem került szóba. Hihetetlen számomra. Kellett, hogy mondjon valamit a nagy üzletről, amit nyílba akart ütni az eltűnése napján. Az eltűnése napján? Ez nekem új. Hát nem mondtam magának? Nem. Igen, az eltűnése napján. Délután. Azt mondta, holnap reggel hozom a pénzt, a részemet. KP? KP? Ez egészen új. Én csak azt akarom mondani, hogy biztosan tud valamit az asszony. És ha most azt állítja, hogy nem tudja, hol tartózkodik a férje, akkor hazudik. Azt kérdezte, mi volt a férjem foglalkozása. Egész életében hírszerző szolgálatoknak dolgozott. Nem akart erről az életmódról lemondani, ezért én mondtam le róla. Nagyon energikus és tehetséges ember volt. Három nyelven is beszélt, kitűnő volt a modora. Azért mondom ezt, mert az az ember, aki 10 napja az ajtóm előtt állt, egyáltalán nem hasonlított arra az ember, akit ismertem. Meg se ismertem, azt mondtam neki. Tessék, uram, mit óhajt? Ulrike. József! Bemehetek? Igen, persze. Megkérdezte, hogy vagyok, mit csinálok. Görcsösen próbálta felidézni a régi időket. Aztán egyszer csak igazat adott nekem. Bár csak hallgatta volna rád, annak idején mondta. Micsoda élet van mögöttem, nem érte meg a fáradtságot, ezt többször is mondta. Kifacsarják az embert, aztán eldobják. A szemétre kerül, így végzi az ember. Ezután beszélt az üzletről? Igen. Vagyis nem azonnal. Előbb kerülgette a dolgot. Még mindig dolgozol? Élnem kell valamiből. Mennyit keresel? Megmutassam a bérszalagomat? Mit lesz, ha nem bírod tovább? Lesz nyugdíjam. Nyugdíj, hallani is rossz, nyugdíj. Időskorában ne legyenek az embernek anyagi gondjai. Neked nincs gondod? Neked még nyugdíjat sem lesz. Melyik állam érez magáénak? Rákényszerítem a főnökeimet, hogy kifizessenek. Van valami a kezemben, ami 500 000 ér. Csak is rajta áll, hogy mennyit kérek érte. Az árát megfizetik. Ezért javasolnék neked valamit. Soha nem tartottam nagyra, amit a férjem csinált, és nem is nagyon értettem, de annyit megértettem, hogy magához vett dokumentumokat, amelyeket nem továbbított a megbízóinak, és
Azt akarta, hogy még egyszer megfizessék. Zsarolni akarta őket. És ezért életveszélyben volt? Igen, persze. Igen, azt mondta nekem, ezek beköltöztettek már valakit a szomszéd szállodai szobába, és azt képzelik, nem tudok róla. Azt mondta, nem tehetnek még semmit, mert nem kapták meg, amit meg akarnak kapni tőlem. Régi motoros vagyok a szakmában, és érzem, mikor vagyok biztonságban, és mikor nem. És még azt is mondta, arra, hogy kicseréljük a pénzt és a dokumentumokat, olyan helyet választottam, ahol semmit nem tehetnek. De ha már átadtam, olyan veszettül fognak üldözni, mint az ördög a jámbor lelket. És a férfi a szomszéd szobából megpróbál elintézni, és megpróbálja tőlem a pénzt visszavenni. Istenem, milyen borzasztó, hogy meghívott valakit a szobájába. Találomra valakit, mert tudta, mi fog történni. Azért, mert egy kis időt akart nyerni. Az én szememben ez olyan, mintha ő követte volna el a gyilkosságot. Bösenhaupt asszony, hol van a férje? Hogy hol van? Megmondtam már, hogy nem tudom. A látogatása óta nem láttam. Rendben van. De számíthat rá, hogy azok az emberek, akik el akarják kapni a férjét, figyelik a házat. Nem tehet egyetlen lépést észrevétlenül. Ne, ezt ne. Ne menjen az ablakhoz. Valóban azt hiszed, hogy figyelik a házat? Schindler előbb tudta, mint mi, hogy hol lakik az asszony. De ő nem hallgathatta ki, ezért ránk sóztam. Nyavajás titkos szolgálat. Mikor hall róluk az ember? Akkor, ha bakot lőnek. De azt elég gyakran megteszik. Még ne indulj el. Nem hiszel neki? Nem erőssége az igazmondás. Azt még elhiszem, hogy nemigen becsüli a férjét. De mennyire becsül félmilliót? Nézd azt a mosodáskocsit. Mi van vele? Már itt állt, mikor jöttünk. Sehol a közelben nincs mosoda. Ha pedig szállít, már rég végzett volna. Talán a sofőr itt lakik. Az is lehet. Titkos szolgálat. Gyerünk, indíts! Várj csak! Vettünk észre valamit? Mi tetszik? Bösenhaupt asszonyt keressük. De hát ő... Szabad lesz? De... Miért vannak a nyomomban? Mi jogon teszik? Jól tudja maga is. Találkoztunk a sportiskolában. Ön ugye Kati barátja? Igen. És ha jól tudom, együtt lakik a kisasszonnyal. Igen. Itthon van? Nincs itt, még tanít. A napokban tanúja volt egy beszélgetésünknek. Tud arról, hogy Koller úr egy üzletre készült? Ugyan, de hogy tudja. Fogalma sincs neki erről. Csak a lányommal beszélgettem a dologról. Ő meg talán vele. Említette magának a dolgot? Igen, én... Igen, tudok róla. Hol van Koller? Az Istenért, fiam! Meg kell magyaráznom neki.
Én... Kérem, bocsásson meg. Ezt jól elintézte. Az történt, hogy körülbelül egy hete egyedül voltam itthon, és csengettek. Az ajtó előtt egy férfi állt. Beszélhetek magával? Rám szánna 5 percet. Uh-huh. Tudom, kicsoda. Kati barátja, ugye? Igen. Igen, Kati a lányom. Én meg szeretném megismerni magát. Ha megengedi, talán bemehetnék. Csak. Nyilván hallotta, hogy visszajöttem. Ráadásul 20 év után. Biztosan elmesélték. Igen, hallottam. Igen. El sem tudja képzelni, milyen élmény volt. Furcsa érzés volt viszont látni a feleségemet és a lányomat. Tudja, az életem sosem haladt egyenes vonalban. Zűrzavaros volt. Egyik kutyaszorítóból a másikba kerültem. Éppen ezért nem tudtam, ezt figyelembe kell venni, és nem pálcát törni. Csak beszélt, de az, amit mondott, hatással volt rám. Nem is tagadom. Most már ne állj meg félúton. Beszélt magának a 500 000-ról? Igen. Azt állította, hogy csak üzlet. Teljesen legális üzlet. Az a pénz jár neki, megdolgozott érte. És kérte, hogy segítsen. Igen. Semmi különöset nem akart, csak egy búvóhelyet, ahol meghúzza magát, amíg minden elcsitul. Azt mondta, nem csinálok semmi rosszat. Nem bűnözőnek segítek. Segített neki? Igen. Könnyű volt elbújtatni. A szüleim hagytak rám egy veteményes kertet egy faházzal, ahol aludni is lehet. Merre van? Megmutathatom. Maga tudott erről? Igen. Bravo. Nyissa ki! Bűnügyi rendőrség! Csak a bűnügyi rendőrség. Mit akarnak? Hogy hívják? Koller. József Koller. Nem törtem be. Itt lakom, megengedte a tulajdonos, Szász úr, ő hozott ide. Stefan. Minket is. Mit csinál? Az az én táskám, adja ide. Csak megnézzük, mi van benne. Ez az én pénzem, nem vehetik. Őrizetbe vesszük, Koller úr. De, Koller úr, önnek szobája volt a Bender szállodában. Igen, eszem ágában sincs tagadni. Abban a szobában egy holttestet találtak. Igen, tudom, hallottam. Az újságban olvastam, lelőtték. Azt az embert, akit maga vitt fel. Igen, tudom. Ismertem a pasast, az utcán ismerkedtem meg vele, és felvittem. Azt is tudja, hogy hívják? Böllmann. De miért hívta fel magához a szobába? Fürdeni akart. Fürdeni akart, és megkérdezte, fürdőszobás-e a szobám. Azt feleltem, persze, megfürödhet, és utána ihat egy snapsot. Mi volt ezzel a szándéka? Szándékom? Milyen szándékom lett volna? Egyáltalán semmi se volt, összebarátkoztunk. Ugyan, egy hajléktalannal. Na és? Éppen azért sajnáltam meg, mert hajléktalan. Vagy talán tilos? Tilos együtt érezni valakivel? Milyen törvény tiltja, hogy bárkivel igyak egyet a szobámban? Semmilyen. De magának hátsó szándéka volt. Mi? Elárulná nekem? Miért hagyta egyedül azt az embert? El kellett mennem. Mondtam, maradjon itt. Feküdjön le, pihenjen, hallgasson egy kis zenét. Aztán maga elment. Üzleti ügyben? A 500 000-ért. Igen, és? Tehetek én arról, hogy nincs ilyen üzletekhez szokva? Nálam nem ritka. Gyakori, hogy ilyen üzletet kötök. Mást? Mást nem akar mondani? Nem. Nem kell mondanom semmit. Hiányzik valakinek ez a pénz? Valaki azt állítja, hogy az övé, vagy károsult? Tehát este 8 körül ért vissza a szállodába. Igen, és nagyon zaklatott voltam. Azért, mert követtek. Igen, egy kocsi végig mögöttem jött, és a hotelnál a pasas is megállt. Féltem. Ismerte azt az embert? Nem, de megijesztett, ahogyan viselkedett. Utánam jött a szállodába, ezért fel sem mentem. Azért, mert félt. De mennyire? Maga szerint az is tilos? Természetes, hogy fél az ember, ha ennyi pénzt visz magával. Ennyi pénzzel még maga is félne, így aztán lementem a pincegarázsba, onnan ki az utcára. Aztán más hotelt kerestem. A neve? Regina. Harry. Kérdezzék csak meg, József Koller, született 1910 Prága. És ugyanakkor a másik hotelben, a másik szobájában lelőtték Pöllmannt. Igen, ez történt. Olvastam az újságban.
Ha olvasta, miért nem jelentkezett? Azt hiszi, ezután kevésbé féltem? Na jó, én most pihenek egy kicsit. Tehát, kezdjük előről. Na, hogy haladtok? Nem jól. Nem jól. Nem mond semmit. Dehogy nem, rengeteget. De nem megyek vele semmire. Rátaláltam a pasasra, a kezemben van, de nem tudok mit csinálni. Pölmant felhívta a szobájába, elismeri. Igen, felhívtam, mert sajnáltam. Hogy cáfoljam meg? Azt mondja, nem ő ölte meg. És igen, valóban nem ő ölte meg. Azt mondta, hozzak neki valakit, akinek hiányzik a pénz. Nem. Futni kell hagynunk. Képzeld el, milyen ügyvédet tud szerezni egy táska pénzből. Ezek titkos szolgálati praktikák. Titkos szolgálat. Csináljanak, amit akarnak, ez gyilkosság. Alattomos módszerrel megölnek egy szegény ördögöt. A temetésre sincs pénz. Schröder. Schindler van itt. Te hívattad? Én. Jöjjön föl. Na. Most kezdődik a kutya komédia. Engedje meg, hogy gratuláljak. És ugyan mihez? Megtalálta Kollert. Hát igen, megvan Koller. Kedves öntől, hogy informált. Sejtettem, hogy fontos magának nyílbe ütni az üzletüket. Fontos? És hogy van Koller? Kérdezze meg tőle. Na gyere. Itt maradsz? Szépen itt maradsz? Utána a Reginába mentem, talán tilos? Nem. Jó estét, Koller úr. Jó estét, Schindler úr. Rettentően aggódtam magáért. Amikor másnap délelőtt telefonáltam magának, a főfelügyelő úr elmondta, hogy mi történt. Egy holttest a szobájában, és maga eltűnt. Igen, mert úgy éreztem, valaki követ. És mint kiderült, igazam volt. Elvesztettem a fejemet. Kivehetné magától azokon. Hogy érzi magát? Nem valami fényesen. Adok még egy kis időt a kettőnket érintő dologra. Természetesen nem sok időt. Legyen holnap? Holnap? Holnap 3-kor a panziójában? Rendben van. Jó. Jó éjszakát, Koller úr. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Viszontlátásra. Nagyon köszönöm, hogy gondolt rám. Ez igazán természetes. Na jól van, gyere. És mit csinál vele, ha majd kihallgat? Bent tartja éjjelre? Nem, nem tarthatom ide bent. Vagy úgy. Hát nincs valami jó állapotban. Nem bizony. Talán az lenne a legjobb, ha... Igen. Ha elvinné a feleségéhez. Hát... Szálloda nem lenne jó. Igen, ez remek ötlet. Köszönöm. Jó éjszakát. Jó ét. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Kezemben van. Mi lesz most velem? Sajnálom, ami Pölmannal történt, de nem varhatják a nyakamba. El kell engedniük. Igen. Semmit sem hozhatnak föl ellenem. Maga tudja, hogy ki Pölmann gyilkosa. Ezt meg honnan veszi? Ha tudnám, megmondanám.
lehet. Kérnék egy szívességet. Itt hagyhatom éjjelre a táskát? Természetesen. Holnap reggel eljövök érte. Akkor... Most hová akar menni? Tudom is én. Talán egy hotelba. Ámbár egy hotel. Ott a felesége. Ha? Igen, és a lánya. Ha? Ha, persze. Biztosan megértik. Mi majd oda visszük. Remek. Megértem a feleségemet. 20 éve életjelt sem adtam. Megtettem volna, de nem tudtam. Nem tudtam, mert belekerültem mindig valamilyen kutyaszorítóba. És nem sikerült kikecmeregnem. Nem volt fix pont. Nem volt fix pont az ugráshoz, soha. Kész a kocsi? 2 perc múlva. Semmit nem mondok. Semmit a világon. Esküszöm magának. Biztos lehet benne. Hallgatok. Írta Herbert Reinecker. Magyar hangok. Gulyaki Dénes, Besenci Árpád, Versényi László, Vas Gábor, Halász Aranka, Orosz István, Kajtár Róbert, Botár Endre, Csandor Kata, Seres Miklós, Erdélyi Mari, Makai Sándor. Szerezte Erich Ferstl. Fényképezte Rolf Kesztl és Mihály Georg. Magyar szöveg Asztalos József, szerkesztő Váradi Kalmár Zsuzsanna, hangmérnök és vágó Miklós Miklós, gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva, szinkronrendező Szalai Éva. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Viderend Kft. Készítette. Produkciós vezető Dudás István. Rendezte Theodor Grädler.